A kecskeméti siker után egy újabb nagy erőpróba vár ránk, hiszen a Tromsø csapatához látogatunk, amikkel ugye első mérkőzésen döntetlen tértünk el. Úgy gondolom, hogy a továbbjutáshoz nagyon nagy bravúra van szükség. Az ellenfelet alaposan sikerült feltérképezni, illetve a hazai mérkőzés tapasztalatai alapján is tudtunk gyakorolni, bár itt a sorozat mérkőzések miatt sok idő nincs a mérkőzések között. A Tromsőnek nagyon jó sikerült a fő próbája, hiszen 4-1-re tudott nyerni. Azokat a tulajdonságokat, amik itthon is domináltak náluk, tehát erősek, gyorsak, illetve a klasszikus skandináv játékon túl sok esetben kombinatívan is játszanak, ezt ezen a mérkőzésen is felvonultatták. Mint már az első mérkőzés előtt is mondtam, ahhoz, hogy a bravúr meglegyen, 100%-ot kell nyújtani, és tényleg mindenkinek tudása legjavát kell adni ezen a találkozón, és nagyon fontos lesz az, hogy ne legyenek olyan periódusok a mérkőzésen, amiben ők tudják uralni a játékot, vagy ők tudnak dominálni, vagy legalábbis ebből a szakaszból minél kevesebb legyen. Tehát ahhoz, hogy a bravúr sikerüljön, ahhoz kell a játékosok egyéni kvalitásai, hogy azok kijöjjenek, illetve nagyon fegyelmezetten, szervezetten kell játszani.